Köztudott, hogy több ország, Franciaország, Spanyolország, az Egyesült Királyság vagy Lengyelország enyhít a koronavírus szigorításokon, illetve a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseken. Magyarországon pedig továbbra is az oltást erőlteti a kormány, ráadásul a gyerekek oltását is, szöges ellentétben mondjuk Finnországgal, ahol kifejezetten ellenzik a gyermekek oltását. A magyar kormány viszont talán még túlfutott a többi országhoz képest is, hiszen február 15-től el szeretné venni azoknak a védettségi igazolványát, akik valóban védettek, hiszen átestek a betegségen, illetve azoktól is el szeretné venni a védettségi igazolványt, akik csak két oltással rendelkeznek, és a harmadik oltást nem is tervezik felvenni, illetve a második oltás beadását követően már eltelt több mint fél év. Mi az Ágymozgalom álláspontja ezzel ellentétben viszont az, hogy mi végképp el szeretnénk törölni a védettségi igazolványt, hiszen egészen egyszerűen nem tűrhetjük tovább, hogy ez alapján diszkriminálják a magyar embereket, ez alapján osszák meg a magyar társadalmat. Éppen ezért mi azt gondoljuk, hogy mindenkinek a saját maga döntése kell, hogy legyen, hogy oltakozik-e, avagy sem, de ez alapján senkit nem lehet hátrányosan megkülönböztetni. A Mi Hazánk Mozgalom gyakorlatilag is, és a gyakorlatban is rengeteget tesz azért, hogy ez a hátrányos megkülönböztetés ez véget érjen egyszer, hiszen nem csak a fővárosban, hanem vidéken is folyamatosan jelen vagyunk és tüntetéseket szervezünk, és hát azt szeretnénk elérni, hogy ennek az egész Covid-idiotizmusnak, ennek a Covid-őrületnek egyszer s mindenkorra vége legyen. Éppen ezért április 3-a után, amikor erős jelenléttel a Mi Hazánk Mozgalom be fog kerülni a magyar országgyűlésbe, magyar törvényhozásba, akkor ezt egyértelműsítjük, és egyszer és mindenkorra kimondjuk, hogy nem lehet senkit megkülönböztetni a saját döntése okán.